öcsém. Ez kemény dió lesz. Ahhoz, hogy ezt a videót én meg tudjam csinálni, ahhoz egyedül, vágod? Ahhoz egy olyan szintű felkészülés kell, amivel még én sem vagyok túlzottan gyakorlott, rutinos. Én úgy gondoltam, hogy fogom magam, átnézem a Wikipédiát, és majd a Wikipédiáról összeszedek valami listát, és valahogy majd így megoldom, hogy melyik a jó, meg melyik a nem jó. Hát ez nem így van. Ez nem így van, de úgy kicsit sem. Úgyhogy amit éppen nézek, az a Wikipédiának a listája az operációs rendszereknek. Nem, ez nem az orvostudományba kell, amikor az embereket operálják, mert betegek, ez nem az. Az operációs rendszert nem biztos, hogy érted, mert hát az én nézőim nem nagyon szokták érteni. Az operációs rendszert azt az hívják így, mert valamelyik hülye így kitalálta, nem ez a funkciója, ami a neve. Az ő funkciója alaprendszer. Az alaprendszer az azt jelenti, hogy vegyünk például egy számítógépet, amiről pont ebben a listában éppen szó van. Vegyünk egy számítógépet, amikor megveszed a boltban, az természetesen üres. Tehát szépen összerakod, valakivel összerakatod, vagy elmész a Tesco-ba összerakják, stb. A számítógéped össze van állítva, de amikor elindítod, akkor kiírja a számítógép, hogy üres vagyok, talán valami rendszert kéne rátenni. Na ezt hívják operációs rendszernek, például alapprogramnak. Nagyon sokan úgy gondolják az én nézőim közül, hogy igen, van olyan, hogy Windows 95, meg 98, meg Millennium, meg Vista, meg hadd ne soroljam, szóval Windowsok. Hát nem. Nagyon sokféle operációs rendszer van, ha már éppen ennél a szónál maradunk, mert most már végre értitek, hogy ez mi is tulajdonképpen. És ezeknek az operációs rendszereknek a top 10-es listájában történő behelyezés egy kicsit macerás. És hogy miért macerás? Hát mert az egyik jobb, mint a másik. Ezt mindenki tudja, igen. De mitől lesz valami jobb, és mitől lesz valami rosszabb, nem? Ha kell valamiféle szűrő, amin ezeket a programokat így át kell tolni előre, és amikor ezen a szűrőn átmegy, akkor vagy pontot veszít, vagy pontot nyer azon a dolgon, ami neki mondjuk jobban megy, mint a többieknek. Úgyhogy ezen hirtelen felindulásból létre is hoztunk egy olyan listát, ami ezeket a tulajdonságokat tartalmazza. Jó? Most persze a képernyőről puskázok, mert egyébként fogalmam sincs ezt a listát, én nem fogom tudni fejemből kinyomni. Jó? Ez a lista egyébként, hogy melyik programnak melyik tulajdonsága mennyi pontot ér, ezt a videó alatti talul el tudjátok olvasni, és értelemszerűen a jó tulajdonságért plusz 1 pont jár, a nagyon jó tulajdonságért plusz 2, a rossz tulajdonságért mínusz 1 pont, illetve a nagyon rossz tulajdonságért ugye mínusz 2 pont jár. Lássuk a listát. Első helyen ingyenesség. Bizony, ha ingyenes, akkor plusz 1 pont. Ha nem ingyenes, akkor mínusz 1 pont, ha meg nagyon drága, akkor mínusz 2 pont, jó? Tűzfal szükségesség. A tűzfal szükségesség az azt jelenti, hogy a felhasználó föltesz-e egyáltalán tűzfalat, mert ő tudja, hogy az kell, vagy le se szarja, mert tudja, hogy az ide nem kell. Értelemszerűen itt is van mínusz 1, illetve mínusz 2 pont, illetve plusz 1 pont jutalmazási lehetőség. A következő a vírusosság. Igen, jól érzitek, itt a Windows bukni fog is nem kicsit, de nem baj, a többi helyen majd behozza, majd meglátjátok. Csináltunk direkt olyan pontokat, amit csak a Windowsnak kedvez. A vírusosságra lehet mínusz 1, illetve mínusz 2 pontot kapni, és persze van a plusz 1 pont azoknak, akik nem tudnak vírusosak lenni, mert eleve úgy vannak megírva, jó? Következő pont. Erős gép kell hozzá, pont. Az a pont, hogy erős gép kell hozzá, az azt jelenti, hogy 2, 8, illetve 3 pont gigahertz fölötti számítógép szükséges ahhoz, hogy azt a teljesítményt, amit az operációs rendszer nyújtani képes, meg tudja jeleníteni. Tehát nem egy Commodore 64-en, illetve egy ZX Spectrumon kéne azt lefuttatni, azt az operációs rendszert. Azoknak van saját operációs rendszerük, ami kellőképpen lassú. Na menjünk tovább. OpenGL támogatás. Az OpenGL egy grafikus nyelv, amivel a videokártyát beszél. Te nem nagyon érted, mert te nem tudsz OpenGL-ül, de a videokártyát tud. Abban az esetben, hogyha kicsit jobbfajta videokártyád van, az még a Direct 3D-hez is ért, tehát más nyelven a DirectX-hez. A DirectX az a Direct 3D nyelve, a Microsoft fejlesztése, egész szép dolgokat ki lehet vele hozni, ez is pontot ér. Menjünk tovább.
Legújabb játékok azonnali futtatása. Ez Windowsnak kedvez nagyon. Nem baj, azért a Linux is kap egy-két pontot ezért, mert új játékokat írnak a Linuxra is. Menjünk tovább. iAffinity támogatás. Az iAffinity támogatás az azt jelenti, hogy egyetlen videokártyára kettőnél több monitor dugható. Vágod? Hát a WinXP-mel, meg a Windows 95-tel, a Millennium-mal, meg a Vista-val nem nagyon kéne szenvedni ilyen ügyekbe, mert azokban a korokban, amikor ezeket a régi operációs rendszereket írták, egy videokártyán egy kimenet volt, vágod? És a nagyon-nagyon drága, sok-sok pénzért vett videokártyán kettő kimenet volt, de mind a kettőn ugyanaz a jel jött, tehát szó szerint egy Y-t kell elképzelni, nem pedig kettő monitoros támogatást. Ezek a régi évek még csak ilyenek voltak. Menjünk tovább. Driverek keresgélése. Hát ez egy elég gázos pont, ugyanúgy szükséges. Ezt megértsétek ezt a dolgot, föltelepítünk egy operációs rendszert, és az operációs rendszer föltelepítése után neked külön az alaplap északi hídjához, a déli hídjához, a videokártyához, a hangkártyához, a SATA vezérlőhöz, a IDE vezérlőhöz, az USB vezérlőhöz, az videók, a... Mit akartam mondani? A billentyűzet, az az egérhez, a... Te mindenhez külön drivert kell telepítgetni. Ez bizony pont levonás, illetve hogyha ez nem szükséges, akkor pont jóváírás történik. Menjünk tovább. Driverre keresgélés, ugye ez volt most. Szép grafikus felület. Hát igen, MS-DOS-szal, FreeDOS-szal, meg Solaris-szal, hát nagyon nem kell ezzel vigyorogni. A szép grafikus felület azt jelenti, hogy van egérmutató, és amit én szeretnék, azt azzal el tudom érni. Nem kell konzollal írogatni, mint például az Arch Linux-ban. Hát ez egy ilyen vicces dolog. Menjünk tovább, ez is értelemszerűen plusz-minusz pontokat ér. Irodai csomag eleve telepítve van rajta. Hát igen, ez szükséges. Azokon az operációs rendszereken, mint például a Win 7, hát van egy darab Word-nek látszó objektum, meg egy valami más hasonló, de Excel táblát már nem tudsz megnyitni. Hát a többi rendszeren természetesen ez kompenzálva van, például Linuxon, ott föl van telepítve egy teljes LibreOffice, illetve OpenOffice, hát ugye attól függően, melyik Linuxra telepített föl, és az melyiket preferálja, milyen szép szó mi. Tehát azt részesíti előnybe, akkor az van föltelepítve, de mindegy, a lényeg, hogy van rajta operációs lehetőség. Tehát tudsz vele táblázatot kezelni, szöveget szerkeszteni, bemutatót prezentálni, stb. Tehát fel van készítve a rendszer arra, hogy te ott majd azon dolgozni fogsz. Menjünk tovább. Codec telepítési probléma. Ez egy súlyos gond, mert a Windows 7-en, a Windows XP-n, meg a... talán még a Windows 8-on is, ezt most így hirtelen nem tudom fejből, semmiféle codec nincs rajta. Nem hogy a DivX, vágod? Semmi. És minden egyes codeket neked külön föl kell telepíteni, természetesen büntető pontért. Menjünk tovább. Felhasználó barátság. Milyen hülye ez a szó, mi? Nincs is ilyen szó. Az operációs rendszer mennyire felhasználó barát? Hát a Win 8-tól itt hirtelen levettünk kettő pontot emiatt a probléma miatt, mert a csempe az a fürdőszobába való. Egyszerűen. A Windows 7-nek a start menü ötlete egészen használható, nincs vele semmi baj, az egészen felhasználó barát. De valahogy az az ötlet, hogy én telerakjam csempével az én felületemet, de semmit nem tudjak elérni abból, amit kell, tehát egy képernyő felbontást nem tudok megváltoztatni, hát ez sajnos büntető pontot ért, emiatt sok operációs rendszer csúszott egyet vagy kettőt a listán lefelé. Na menjünk tovább. Érthető telepítés. Mit is jelent ez? Mindjárt megmutatom, jó? Tehát van neked egy darab telepítőlemezed, ezt megpróbálom úgy mutatni, hogy vakítson el a fény, de itt most semmiféle erős fényű lámpa nincsen. Van egy telepítőlemezed, ezt valakitől megkaptad, és vagy ugye megvetted valakitől, boltba, Windows, ugye, fogod, megveszed, hazaviszed, beteszed a számítógépbe, és onnantól kezdve, hogy az bent van a számítógépbe, te, mint általános, illetve átlag felhasználó, te mennyire érted azt, hogy mi van odaírva a képernyőre? Ez is pont értéket von maga után, tehát értelemszerűen a könnyű megérthetőség, pluszpontot, a szándékos kibaszása másikkal, mínuszpontot von maga után, fölfelé és lefelé a ranglistán ismételten sok elmozdulás történik. Következő. Érthető telepítés, ez volt most. Frissítés telepítés közben. Milyen furcsa mondat, nem? Ha már egyszer föltelepítem a rendszert, és kész van, föl van telepítve, akkor utána nekem még frissítgetni kell. Hát
ez azért előszokott fordulni, lássuk be Linuxos barátaim, ez előszokott fordulni, a Windowsosokról meg aztán tényleg mózsna, tehát nem is kell beszélnem semmit. Elég sok vita volt most a Teamspeak-en arról, hogy a Windowsoknál a frissítés, az szó szerint nem is frissítés, csak az eredetiségnek az ellenőrzése, és magának a programnak a frissítése csak ilyen elhanyagolható módon működik, egy-két ilyen bugfix vagy valami hasonló, de semmi komoly. A Linuxnál természetesen valódi frissítésről beszélünk, úgyhogy ez is pontot bukik, illetve pontot nyer abban az esetben, hogyha ugye kedvező elbírálás alá esik ez a dolog. Következő. Könnyű, nem ott, hogy nem tartunk, bocsánat, ott tartottunk most egy frissítés telepítés közben, verzió szintlépés. De furcsa szó, nem? Mi a fenét jelent ez, hogy verzió szintlépés? Föltelepítettem egy Windows 95-öt a Windows 3.1-re. Az a szintlépés, ugye világos? De nem erről van szó. Arról van szó, hogy nekem van egy Windows 3.1-em, be van dugva az internet, most itt nincsen semmiféle kábel, amivel ezt tudom modellezni, mondjuk ez, tehát bedugom az internetet, és kiírja a számítógép, hogy te, itt az új Windows 95, kattints ide, és te már Windows 95 leszel a következő indításkor. Szeretnéd? Igen. Akkor rákattintasz, és a település, illetve a telepítő automatikusan elindul, frissíti a rendszert a Mi 95-re, újraindítás, és a következő indítás alkalmával, tadá, Windows 95-tel rendelkezel. Na ez a verzió szintlépés. Hát ezt valahogy nem tudtam elképzelni akkor, amikor én még Windows XP-s voltam, és jöttek a Windows 7-es játékok, illetve azok, amik már nem nagyon akartak futni Windows XP-n, mint például a Steam. Ez egy nagy érvágás volt, erre emlékszem. És nekem nem volt olyan lehetőségem, hogy kattints ide, és akkor frissítek Windows 7-re. Így nem volt. Úgyhogy ez az opció is, plusz, illetve mínusz pontokat van maga után azokban az esetekben, amikor elbírálás alá esik ez a dolog. Na, menjünk tovább. Könnyű frissíthetőség. Ez pont ezt jelenti. Ez egy külön pont, direkt ezért. Ha kijött valami csomag, frissítés, akkor te azt könnyen tudod telepíteni a számítógépre, vagy hosszú napokat kell várnod arra, hogy a telepítőnek, mert ez is te telepítő, nem a frissítés, tehát ez, ennek a frissítésnek a telepítője szépen végigmenjen, frissítés kész, fölteszi a kezét, a rendszered friss, és így ennyi, megod? Tehát magának a rendszernek a frissítése mennyire könnyű neked, mint felhasználó, jó? Ez is pontot ér. Semmi köze az eddigi frissítésekhez, nehogy elfelejtsd, de ez külön funkció. Jó? És akkor elérkeztünk a Windowsosok nagy-nagy erejéhez, mondhatnám így a muszkli, ilyen magasan, micsoda erős tulajdonság, ez a LAN party. Hát a LAN party szó szerint egy Windowsos extra pont, mert a... Hát valahogy az interneten én nem találtam Linuxos LAN partikat, hát a közeljövőben valószínűleg majd direkt így bosszúból, csak úgy DOS-t rendezünk egyet, de az még odébb van. Jó? Tehát most direkt azért tettünk meg még egy ilyen pontot, hogy azért annyira ne legyen már szar helyen a Windows, mert van neki egy ilyen előnye is, hogy LAN partira az ember Windows-zal megy. Pont! Itt nincs új mondat, hogy hát nekem Linuxon van, de azért szeretnék menni. Hát gyere nyugodtan, de a játékok 95%-ával te nem fogsz játszani, és pont azért, mert a te videokártyád és a te operációs rendszered a Direct 3D-t nem támogatja, és emiatt a DirectX nem tud rajta futni. Tará! Egyből egy csomó játék kiesik, csak OpenGL-lel fut, és az is csak akkor, hogyha már van port írva a Linuxra, arra a játékra. Tehát ki van portolva az a játék. Mondjuk egy példát. Például az open source játékok, amik minden operációs rendszeren futnak, ugyanazzal a verziószámmal kell rendelkezni, és már kész is. Tehát tudsz csatlakozni a többiekhez, mint például az Open Arena, a Warzone 2100, a Nexus Classic, az Open Transport Icon Deluxe. Ne kelljen elsorolnom egy csomót, mert ezt most mindig fejből nyomtam, sok van. Jó? De értelemszerűen a Windows játékoknak egy kicsivel nagyobb a mennyisége, és hát a múltja. Tehát a Linuxos játék múlt az, hát mondhatnám, hogy gyerek cipőbe leledzik, de én inkább zoknit mondanék, jó, mert még a cipő sem méltó erre a szóra. Úgyhogy elmondanám, hogy kik estek ki erről a listáról, itt nagy hirtelen. Sajnálattal kell közölnöm, hogy csak egy tízes listáról van szó, tehát a tízes lista végén egy olyan operációs rendszer van, ami még mindig egy tök jó rendszer,
Csak hát egy kicsit elavult, meg hát egy kicsit ilyen, hát egy kicsit olyan, de még mindig benne van a listában. Jó? A következő operációs rendszerek estek ki a listából azért, mert annyi sok mínusz pontot gyűjtöttek a sok probléma miatt, amit ugye az előbb felsoroltam, hát sajnos, srácok, ti már nem jutottatok be. Mondanám, jó? Solaris. A Solaris, az Open Solaris, illetve a Solaris 11-es operációs rendszer, az így kibukott. Kibukott a következő is, hogy BSD. Tehát nem csak a BSD, mint olyan, hogy FreeBSD, OpenBSD, hanem az egész kocka BSD, így ahogy van. Kuka. Következő, DOS. Na erről aztán sokat lehetne mesélni. Például a grafikus kezelő felületről, ami ugye nagyon nincsen. Tehát volt rá olyan, hogy Norton Commander, volt rá olyan, hogy Wolfenstein 3D, stb. De ez már játék. Maga az operációs rendszer az kimerült annyiba, hogy C2.per, és így várta az utasítást, hogy te majd így szépen beírod, tehát egérkezelés az így nulla, jó? Vannak mindenféle változatai a DOS-nak, például most már van FreeDOS, OpenDOS, régen volt a MS-DOS, ugye a Microsoft DOS-nak a rövidítés, hogy MS-DOS, ennek volt a 622-es utolsó része, és az új 622-es, új, a 622-es MS-DOS után jött a FreeDOS, ami a MS-DOS 7, és már visszafelé kompatibilis, tehát új laptopokat lehet venni FreeDOS operációs rendszerrel azért, hogy ne kelljen telepítgetni semmit. Egy pici pendrive-ot beteszel, DOS telepítve, kész, már megy is tovább a gyártósoron, ennyi. Ezért esett ki a DOS. Menjünk tovább. Novell. A Novell is egy operációs hálózat, de összemondtam ezeket a szavakat. Tehát a Novell is egy operációs rendszer, főleg hálózatra van optimalizálva, tehát aki hálózatokban gondolkozik és N plusz Pi a 13. darab számítógépet szeretne összekötni, azoknak a Novellen kívül más operációs rendszert használni tilos. De értelemszerűen ezt a listát, amit most csinálunk, ezt azért csináljuk, mert felhasználó barát, na ez aztán minden, csak nem az. Tehát bárki jön be a hálózatba, stoj, mi a jelszó, köcsög? Tehát nincs ilyen, hogy belépsz valahova, nincs. A Novell az egyik legkomolyabb hálózati kezelőprogram, de ez nem erre a listára való, tehát megy egy másik listára. Következő, OS2 Warp. Az OS2-nek meg az OS2 Warp-nak van olyan operációs rendszer, ami egész tűrhető, stb. De már sajnos annyi negatív, meg mínuszpontot kapott, sajnos kiesett. A következők azok olyanok, hogy ilyen böngésző rendszerek. Ezt most nem biztos, hogy sikerült elsőre megértened. Az egész operációs rendszer egy internet böngészőre van optimalizálva. Például a Firefox operációs rendszer, illetve a Chromiumnak az operációs rendszere. Sajnos ezek semmit nem képesek futtatni, és azt is borzasztó rosszul. Egy internet böngésző, meg egy hálózati kapcsolódás, azt haló. Annyi előnye van, hogy nem lehet vírusos, meg tűzfal olyan nagyon nem kell rá, de ennyi. Tehát semmire nem mész az operációs rendszerre, csak föl tudsz menni a Facebookra, esetleg megnézni a YouTube-on egy-két videót, és gatter. Most a probléma az, hogy ezt egy modernebb tévében meg lehet tenni, tehát vesztegetés a számítógépes eszközöknek. Van még egy olyan operációs rendszer, amit én már eleve kipróbáltam, de nem tudom, valahogy a világ végével, a katasztrófával, az Armageddonnal, meg a hulló meteorokkal tudnám egy vonalba hozni, ez a Steam OS, a Steamnek az operációs rendszere, ami Arch, nem Arch, Debian, vagy valami hasonló, nem emlékszem, pontosan rendszerű, és borzasztóan el van baszva, tehát semmilyen egértámogatása nincsen, a billentyűzetet az maximum teljesen felesd el, meg van egy csomó olyan tulajdonsága is, ami eleve oda nem kell. Tehát kicsit ilyen furcsa ez a dolog, mindegy, rengeteg mínuszpontot gyűjtött, úgyhogy kuka. Van azonban egy csomó minden más is, ami például innen hiányozni fog, az a Windows 10. A Windows 10! Az azért gyűjtött annyi rengeteg pontot, mert nagyon sokba kerül, és semmiféle olyan tulajdonsága egyelőre nincsen, ami... Melyik szót kerestem? Kecsegtető. Hát valahogy nincs. Pláne ilyen 3 éves Linuxos múlttal bemutatnak nekem egy olyan telepítőlemezt. Nézd már itt a Windows 10! Ó, nézzük csak! Egy-két videót nézel róla a YouTube-on, és már is kiderül. De hiszen ez a Windows 7. Feltuningolva. Ez olyan nem valami nagy dobás, hogy őszinte legyek. Olimpiai bajnokaink sokkal nagyobbat dobnak kalapácsból. Például ez nem valami nagy nyerő. A következő, ami leesett róla, hát nem fogod elhinni. Ez a Windows 8.0. Nem a 8.1, a Windows 8.0. Ez valahogy leesett róla a csempék miatt. Így kihullottak belőle a csempék, puf, és így jaj, kiesett ő is a listából. Tehát kiesett. Rengeteg negatív szavazattal, rengeteg frissítési problémával, hitelesítési baromságokkal, az eredeti CD-t, bocsánat, az eredeti DVD-t, ez egy másolt CD-t, tehát teljesen mindegy, de az eredeti DVD-t, amikor fölpakolod, másfél napra rá kiírja, hogy a lemez kamu.
több példa van rá, kérdezz közben a baráti köreidbe, valami Armageddon az az egész, tehát egyszerűen nem jó semmire. A 8-1-ben talán annyit javítottak a srácok, úristen, mit csináltunk? Azonnal tegyük vissza a start menüt. Visszarakták a start menüt, de a rendszer ugyanúgy szar. Tehát nem jó. Rengeteg negatív pontot kapott, vannak olyan emberek, akiknek nagyon tetszik a Windows 8-1. Én kívánom, hogy soha ne kapjanak vírus, soha ne kapjanak semmiféle férget. Menjünk tovább. Van egy olyan kicsit talán régebbi program is, ami nagyon a szívünk között itt virágzik rajta ilyen bimbók formájában. Hát ez a Windows XP. A Windows XP pont éppen, hogy csak lecsúszott a listáról, és ő a 11. lenne egyébként, csak így elárulom, de titok. Azért került ő le a listáról, mert olyan programok kerültek fölé, amik messze sokkal többet teljesítenek. Ne felejtsük el a Windows XP-t, mikor adták ki? Milyen évet írunk most? Bizony. Egy kicsit elavult. Bizony. És tudod mit? Még mindig tartaná a helyét, hogyha ingyenes lenne. Hogyha nem lenne rá vírus. Hát annyi helyet föllépne, hogy már benne lenne a top 10-ben. Hát ez sajnos nem történt meg. Úgyhogy elővettem nektek egy weblapot, ugye ez a Wikipédiának a weblapja, hogy milyen operációs rendszerek vannak? Na, a Wikipédia az nem szarozik, az összeset összegyűjtötte. Értelemszerűen nem fogom az egészet megmutatni nektek, de egy ilyen gyors böngészetet azért mutatok nektek, jó? Tehát itt az operációs rendszerek listája, jó? Itt van fönn a cím, látjuk, operációs rendszerek listája, főbb dolgok. Értelemszerűen ezek a főbb dolgok, mondjuk így fő kategóriák, jó? Acorn Computers, Amiga, Atari, Bell, Bull, Bill Bullball, Nyúlnyálnyél, Tolltől, Ig, Hewlett-Packard, apám imádta ezt a gépet, a Hewlett-Packard. Nagyon könnyen kezelhető és szerelhető gép volt, de a rendszer, ami rajta volt, az egy DOS 6.2, tehát még mindig nem vagyunk előrébb. Jó, Microsoft Corporation, Nortovista, Nintendo, Novell, ez a hálózati köcsög, Norteboost, Cisco, Tandy, Tron, kicsit lassan görgözik ez a srác, mindjárt belehúzom. Na, úgyhogy egy pár operációs rendszer van, jó? Akit ez a dolog érdekel, az nyugodtan megnézheti a operációs rendszerek listája címszó alatt, jó? Tehát sok van, jó? Most ebben tényleg nem fogok listát keríteni. Csak annyit mondanék, hogy a most következő operációs rendszerek egytől egyig a legjobbak, mindenkinek csak javasolni tudom, és hát nagy munka, úgyhogy vágjunk bele. Ez a 10. A 10. hely az nem az utolsó hely, értelemszerűen az előbb is hallottátok, hogy nagyon sok operációs rendszer esett ki, és ugye nem soroltam ám fel az összeset. A 10. helyre került be a Windows 98 SE. A Windows 98 Second Edition-nek nekem egy nagyon speciális változata volt meg, az SE 2 Turbo. Az SE 2 Turbo ilyen pici, finom hangolásokat tartalmazott, ami az eredetiben nem volt meg, de ezen kívül semmiféle olyan különbséget nem hordozott magába, amitől az fú, micsoda extra dolog lett volna, csak egy-két ilyen kiegészítő volt még hozzá, hogy egy-két backdoor nyitva, zárva, stb. Ezekkel most nem érdemes foglalkozni. Lényegében ez a Windows 98 SE program, ami a 10. helyen áll. Hogy miket tudok én erről elmondani? Van egy nem gyenge telepítési útvonala, van egy kicsit bonyolult telepítése, ami csak FAT32-re, csak FAT rendszerre képes föltelepülni. Amikor azonban föl van települve, és mindenféle DirectX-es problémákat te megoldtál, mert igen, ezek voltak még DirectX-es problémák. Föltetted a vírusírtót, föltetted a tűzfalat, és ezeket a dolgokat te ellenőrizted is, hogy teljesen szakszerűen működnek. A Windows 98-nak volt egy hatalmas ereje. A hatalmas ereje például a 3D-s gyorsítókban áramolt keresztül. Például ilyen 3D-s gyorsítókban, hogy Nvidia GeForce, meg Ati Rage, meg Ati Radeon, meg 3DFX-es videokártyák, és ezek a videokártyák hajtották a legjobb játékokat annak idején, amikor ezek az operációs rendszerek mentek. Most emlékezzünk egy kicsit vissza, a 2000-es éveket írjuk. Tehát a Windows 98 SE az ilyen 2000 körül debütált Magyarországon, tehát 99 őszén, délén, téli időszakában valahogy akkoriban került elő a számítógépekre a teljesen magyar nyelvű Windows 98, és olyan játékok jelentek meg erre, az operációs rendszerre, amik
szemednek nem hittél, tehát olyan felbontással, például többek között a 800x600-zal, ami a kornak a HD-je volt, olyan felbontású játékkal, finoman és gyönyörű szépen mentek a játékok, amit te szerintem annak idején el se hittél volna, ugyanis például a te számítógépedben egy S3 Trio nevezetű VGA vezérlő panel helyezkedett el, és ezeket a VGA vezérlőket általán nagyon nem tudták a játékok kezelni, tiszta pixel, meg tiszta kocka volt az egész, nagyjából így elzögyökött a játék és kész. Abban az esetben, hogyha te kicsit szerencsésebbek közé tartoztál, és be tudtál szerezni egy teljesen vadonatúj 3DFX Voodoo 3 videókártyát, illetve jobb kapcsolatokkal rendelkezve egy Voodoo 5-ös videókártyát be tudtál szerezni, ami már két motoros videókártya volt, egészen 32 megabájtos rendszer memóriát illesztett mind a két grafikai chip felé, tehát szó szerint egy 64 megás videókártyát kaptál ezáltal, ami 2x32-be osztotta le a két grafikai chipnek a feladatokat, értelemszerűen sokkal gyorsabb és áramlósabb, seamless grafikát eredményezett, például Half-Life 1 nevezetű játékban, ami annak idején nem volt túlzottan olcsó, de mindenképpen megérte. Például a feltölt változatot majdnem mindenki játszotta, nem volt azonban tisztában vele, hogy az újabb patch-el kiérkezésével a Half-Life 1 moddolható. A moddolhatóság alatt azt kell érteni, hogy a Half-Life 1 modja képezte például a Counter-Strike nevű játékot, ami annak idején az 1.3, az 1.4 és az 1.5 verziókat illette, és hogyha nem volt túlzottan elegendő az, hogy aki szembe jön, le kell lőni, ott volt mellé például a Svenkop, illetve az Industry, ezt már nem tudom pontosan, hogy hívják ezt a játékot. Volt még olyan is, hogy Natural Selection, annak például a 2.0-as, 3.0-as, 3.1-es változatával mulattuk az időt. Nagyon szép idők voltak, nagyon szép játékok. És amit még ezek a videókártyák tudtak, az olyan volt, hogy Need for Speed 2, Need for Speed 3 Hot Pursuit, tehát már megjelentek a rendőrök is, tehát a rendőri üldözéssel elég sokat ki tudtál hozni magadból, például a szöges akadályokat le tudtad tenni a betonra a legrosszabb helyekre, és így az ellenfél könnyen átment rajta, utána nagyon könnyen el tudtad őt kapni, ugye melukas volt a kerék. Olyan játékok is előkerültek, mint például a GTA 1-es, illetve a GTA 2, ami már a 3D-s videókártyák támogatásával gyönyörű képet tudott levarázsolni az asztalodra. A Windows 98 az nem csak ebbe volt jó, hanem abba is, hogy ezeket Pentium 3-as, illetve Pentium 2-es számítógépekre ilyen 666, ilyen 668, meg 800, meg 1 GHz körüli gépekre írták. És volt egy olyan nagyon nagy előnye, hogy a Pentium 3-as, amikor kiforrott rendszer volt, tehát 1600 MHz-es Pentiumokra, meg ilyen 256 MB memóriákra ráépítve egy 3DFX-es Voodoo 3-as kártyát sokkal nagyobb teljesítményt tudtál elérni, mint egy Pentium 4-essel, valami Celeronnal, illetve rendes Pentiummal, tehát 2-2-2 GHz-el, és mellé téve egy GeForce 2, illetve egy Ati Radeon kicsit lassabb videókártyát, nem érted el azt a teljesítményt, és egy LAN-partin olyan nagyon nem lehet mellé dumálni, tehát azt a teljesítményt, amit egy Pentium 3-as egy 3DFX-el hozott, semmivel nem tudtad pótolni, csak egy ugyanolyan 3DFX-el. Az operációs rendszerről még annyit kellett tudni, hogy a kék halál az egy elég gyakori vendég volt mi nálunk. Tehát okkal, illetve ok nélkül akkor is lefagyott az operációs rendszer, hogyha kellett, ha nem. Tehát egy kicsit ilyen instabil rendszer volt, de mindazonáltal mi nagyon szerettük, mert amikor ment, a játékok mentek, de már nem is figyelted, hogy milyen operációs rendszer megy a háttérbe, hanem hát egy kicsit élvezted a játékot, nem kellett figyelned ilyen dolgokra, hogy operációs rendszer. Ezeken a rendszereken futott még az a játék is, hogy KKND 2. A KKND 2, mint a Crash Kill and Destroy 2 nevezetű Crossfire játék, ez arról volt híres, hogy először jelent meg a stratégiában a fal. Tehát falat építhettél úgy, hogy az ellenfelet, hát így megnehezítsd, hogy ne tudjon olyan gyorsan bejönni, illetve ezekben az időkben jelent meg először a csapatszállítás. A csapatszállítás az azt jelenti, hogy jó, bepakoltad az embereket a repülőbe, átvitted a másik helyre, és ott szépen kipakoltad az embereket, és jól meglepted ezzel az ellenfelet, hogy hirtelen megjelent olyan helyen a te egységed, ahol elméletileg nem lehetett volna, mert ugye repülővel átvitted. Tehát ezeket az időket azért én nagyon nem tudtam elfelejteni. A Windows 98 SE az mínusz 3 pontot ért el a mi listánkon, ezért lett ő a tizedik. Ami egy igazán jó helyezés, az egy jó operációs rendszer. A
most következő operációs rendszer, az a 9. Ez az operációs rendszer azért csúszott le ennyire, mert borzasztó sokba kerül. A legelején, amikor ezeket a listákat írtuk, akkor összeszedtük ezeket a tulajdonságokat, amivel egy operációs rendszer bír, például az ára. Na itt -4 pontot gyűjtött be kedves rendszerünk, de semmi gondot nem okozhat ez mi számunkra, hiszen egy másik helyen ő az behozta. Ez pedig a design, a megjelenési külső, a szép grafikus felület. Ezen ő visszahozott 3-at. Tehát nagyon szépen egyensúlyozta a rendkívül magas ár és a szép grafikus felület. Tehát szó szerint éppen hogy csak bukta a dolgot. Pár egyéb dolgon kapott -2 pontot, például a frissítéseknél. Ugyanis bármilyen frissítést eszközölsz rajta, azt ki kell fizetni pénzzel, hitelkártyával, be kell menni bárhova, ahol ezt be tudod fizetni. Szóval nem egy ingyenes buliról van ám szó, hanem egy kőkeményen zsebben nyúlós partiról van szó. És erre az operációs rendszerre ingyenes játékot találni, hát a Steamen esetleg, vagy talán összesen, talán ha 10 darab van belőle, de ezen kívül az összes játék fizetős rá, amit te el tudsz képzelni. Alsó menüje nagyon szépen gördül, a felső menüjére azt semmi panasz nem lehet. A képernyőinek felbontása messze magasabb, mint egy Full HD, tehát szó szerint a munka is élvezet rajta. Sajnos a számítógépes játékoknak hatalmas mennyiségét nem erre a rendszerre írják, hanem a Windowsokra. A 9. helyezettünk tehát a Macintosh. Így van, a Macintoshnak a macOS X10-es rendszere, a macOS X10.1, 10.2, 13.10, 9.10-ig, egészen a 10.10-ig, ahogy mondtam az előbb, ez a Yosemite. A Yosemite nem egy olcsó rendszer, tehát szó szerint, ha arra te frissíteni akarsz, azt nagyon durván ki kell fizetni. A másik pedig, amit az előbb is mondtam, azt a számítógép rendszert, amit te megveszel, az meg erősen túl van árazva. Tehát amit megkapsz Apple termékbe, Macintosh termékbe, mondjuk egy 3 GHz-es processzort, az az Apple-nek sokkal többe kerül. Tehát ez hihetetlen az a túlárazás, ami van. És ők egyetlen egy dologgal magyarázzák, a dizájna. Tehát nem tudom. Szerintem legyen borzasztó csúnya a számítógépem, de 8 GHz-en menjen az i7-es benne. Hát ez valahogy nem jött át a srácoknak. Ők azt szeretik, a fehér és így csillog, és a hátulján még egy alma ikon így beleharapva, és akkor az így, de diszkréten világított a hátulján. Hát nem tudom, nekem ez ennyi pénzt nem ér meg. Nem baj, rengeteg játék van rá, ami fizetős, rengeteg játék van rá, ami kicsit kevésbé fizetős. Olcsó játékot olyan nagyon nem tudok rá mondani, mert valahogy nem, tehát nem. Valahogy nem készült rá, vagy nem tudom, hogy nem készültek a srácok ebben az ügybe. A Steamen egyébként rá lehet keresni a legalacsonyabb áron árusított ilyen részekre, hát hogy mondjam, igen erős csalódásról van szó, mert nem kapod meg. Tehát, az valahogy neked nem jár, vágod? Tehát akinek Apple-je van, és rengeteg pénzt fizet így is eleve sokat, az valahogy ne vágyjon arra, hogy a Steam-en ő kap ingyen játékot. Tehát a maximális ingyenes játékok száma olyan 10 valamennyi, ha jól tudom, de a Steam-en egyébként 109 oldalon keresztül küldik nekik a játékot, szóval sok van. Jó? Tehát sok. Most egy kicsit azért megnézem, nehogy véletlenül teljesen hülyeséget mondjak. Nem számítjuk a demókat. Természetesen a demókat nem számítjuk. Csak a teljes változatokat számítjuk, az egy 20-valahány darab játék. Az összes többi természetesen fizetős. Jó? Azok a srácok, akik dizájnnal dolgoznak, akik tervezők, akik videóvágást csinálnak, meg ilyeneket, azok sűrűn és nagy szakszerűséggel tudják ajánlani a Macintosh-nak ezt a rendszerét, ezt a 10-eset, amit 2001 óta nem cseréltek le. Vágod? Tehát most 2014 van, és egy Windows XP korabeli macOS X10-et használnak most is, csak így föl van, nem tudom, valahogy föl van tuningolva, vagy valami ilyesmi. Tehát a legelső változatuk az volt a Gepard, azt hiszem, az volt a 10.01-es, közben itt puskázok. Vagy a 10.1-es volt a Puma, és akkor a 10.0-es volt a Gepard, vagy valami hasonló, és minden egyes verzió kiadás különböző években jelent meg, mindenféle egyéb újításokkal, mint például az ikon méretének a növelése, ami egy nagyon fontos dolog, hogy nekem nem elég a 256x256-os ikon, nekem az 512x512-es kell. Elmondjam miért? Ezért. Ekkora monitorom van, nagy Mic Pro, vagy hogy hívják, ekkora van, és az igen ciki lenne, ha ekkora lenne rajta a böngésző ikonja. Vágod, ekkora. Úgyhogy valahogy nekik ez egy ilyen szívügyük, hogy
az az ikon, amit ők elindítanak, az egy jó nagy ikon legyen, hogy lehessen látni, de hogyha már ilyen jó nagy ikon, akkor minek az a felbontást? Ezt meg már én nem értem, mindegy. Tehát nézem ezt a listát, és megpróbálom akkor így felolvasni, hogy a 10.0 az 2001 március, 10.1 az 2001, 10.2 2002, 10.3 2003, 10.4 2005, 10.5 az 2007, 10.6 az 2009, 10.7 az 2011, itt már sok év telt el. 2012. február 16-án jött a 10.8, ez volt a hegyi oroszlán, ott a 10.9 az 2013. június, és a Yosemite az a legújabb, az olyan friss, hogy még ropog, ez 2011. június 2-án jött ki, de még nem igazán kiforrott technika, tehát a többiek nem nagyon, még nem nagyon használják. Ebből nem tudok teljesen, teljes értelműleg nyilatkozni, mert hogy mondjam, ez nem az a rendszer, amivel én sűrűn találkozom, ezt én csak kipróbáltam. Akkor próbáltam ki, amikor az építőiparnál bereklamálták ezt a építőipari válságot. És amikor az építőipari válság volt, akkor nem volt se pénz, se munka, se folt, se csík, tehát semmi. És ez alatt az időszak alatt nekem volt vagy 10-15 darab egyszer írható DVD-m, vagy DVD hengerem, vagy valami hasonló, és minden egyes DVD-re én írtam egy külön operációs rendszert, és ezekből az egyik volt a Snow Leopardnak, a 10.6-osnak, egy ilyen 1065-ös vagy 1066-os változata, az a Forest Wolf, ez a több videokártyás rendszer, több nagyobb procit támogatós rendszere, a Forest Wolf, és ezt volt szerencsém kipróbálni. Internet kapcsolat nélkül, tehát meghagyta szigorúan az a srác, aki ezt nekem odaadta lemezen, hogy mindenféle internet kapcsolat nélkül próbáljam ki, mert meg lehet vele dőlni. Tehát le lehet vele bukni, hogy ez nem Macintosos rendszerem van, és ezt ők képesek távirányításban lekapcsolni, hogy ez ne fusson az én rendszeremen. Úgyhogy szépen internet kapcsolat nélkül próbálgattam, hogy miket tud és miket nem. Hát az újabb játékok telepítése kisebb problémát okozott az internet kapcsolat hiánya miatt, de ezen föllendülve, illetve ezt teljesen figyelmen kívül hagyva, próbálgattam magát az operációs rendszert, hogy milyen képességei vannak. Hát tudnék mondani egy csomó szót rá, csak az nem igaz, egyszerűen az az egy szó igaz rá, hogy lenyűgöző. Tehát az a pénz, amit te kifizetsz ezért, borzasztó sok, de valamit azért igyekszik kárpótolni a sebességével, jó, hát ez egy i7-es volt, de a sebességével, a szépségével, azokkal az effektekkel, amikkel te nem nagyon vagy hozzászokva, meg a különböző működésével. Tehát ő nem úgy működik, ahogy egy Windows XP-be, illetve Windows 95-be te ezt megszoktad, hanem igyekszik, hogy mondjam, igyekszik téged kiszolgálni úgy, amennyire ő csak tudja. Úgyhogy ez volt a 9. helyzet, a Macintosh, ami hát egyesek szerint megéri a pénzét, szerintem borzasztóan drága, viszont cserében nagyon szép. Úgyhogy menjünk tovább. Utána kell olvasnom. Tehát egy csomó dolgot nem tudok az éppen aktuális 8. helyezetünkről. Azt az egy dolgot tudtam, amikor én még kipróbáltam, hogy tiszta zöld. Tehát az összes design, az összes téma, az összes színkiválasztás a zöld színhez és a fű növéséhez próbál asszociálni, és egy kicsit nekem furcsa volt, hogy úgy minden zöld. Tehát nem tudom, hogy a fradistáknak a kedvenc operációs rendszere lehet, attól függetlenül, hogy mennyi játék fut rajta, illetve mennyi játék nem. Meg hát nekem nagyon feltűnt az is, hogy a hálózatot egy kicsit furcsán kezeli. Mondhatnám azt is, hogy borzasztó vér komolyan veszi, tehát nem veszi olyan könnyedén, mint az Ubuntu, illetve a másik Linuxok. Valahogy nem, azt nagyon komolyan veszi. Kicsit utána olvastam most, hogy ez miért van, nehogy valami hülyeséget mondjak be itt véletlenül a mikrofonba. Hát ez azért van egyébként, mert fölmész arra a weblapra, amit ők használnak, és akkor egyből ezzel kezdi, hogy ez a projekt a Novell által támogatott közösségi program. Vágod? Tehát ez egy közösségi program. Nem úgy, mint a többi nem közösségi program, csak mi vagyunk a közösségi program, valahogy a többiek erről lemaradtak. Hát őket nem érdekel a közösség, csak úgy programok. Érted? Az zavart engem egyébként, hogy Novell díjnyertes
Enterprise termékcsaládról van szó, ami kicsit talán furcsa hangzik, mert maga a Nobel támogatja, tehát amit támogat, azt eleve díjnyertességgel jutalmazza, ez kicsit nekem ilyen furcsa volt. A nyolcadik helyen az OpenSUSE, illetve az OpenSUSE, aki éppen így tanulja, ennek éppen a 13-as legújabb változata a nulla pontos eredményével sikerült feljönni ide a rendkívül elegante nyolcadik helyre. A nyolcadik helyet ő azért érdemelte meg, mert alapvetően multimonitor támogatással ilyen 35-40 monitorra okoz neki problémát, mert hálózati felügyelésre is használják, nem csak arra, hogy játékok fussanak. A játékok futására hát sajnos egy kicsi nulla pontot kapott, ezen felül egyébként majdnem minden igényt kielégítő asztali kezelő környezet várja azokat az embereket, akik esetleg itt neki könyökölnének, vagy neki térdelnének ennek a programnak, mindenféle bátor instrukció nélkül, bárki használhatja, hiszen teljesen egyértelmű magyar nyelvből áll az egész rendszer. Sőt, egy kicsit tovább megyek, ha leszedi esetleg a telepítőt ISO fájlban, az kiírja egy lemezre, magyar operációs rendszert sikerül neki telepíteni. Tehát nem kell attól aggódni, hogy csak francia, német, illetve koreai, japán, kínai nyelvekből lehet választani, mert van magyar is, igen. Ha esetleg valahol elakadsz, mert téged zavar az, hogy van egy-két apróság, amit nem tudsz, fölmész az ő közösségi weblapukja, hogy opensuse.com, illetve org, bocsánat, mert ezt elmondtam, opensuse.org, leütöd az Entert, és abban pillanatban magyar a weblap. Tehát a te lokalizációthoz méri a weblapnak a nyelviségét, ami egy igen nagy dolog, mert ezt senki más nem csinálta meg eddig. Azt tudom még róla elmondani, hogy hát igen, fradisták operációs rendszeret, tehát full tiszta zöld minden, meg hát ez a kigyózó zöldség mindenhol, ahonnan árad. Futnak rajta a játékok, a böngésző, a videót lejátsza, ingyen van. Tehát ez is egy hatalmas előny az ő számára. Ugyanúgy tudja az OpenGL-t, támogatja az iAffinity-t, a drivereket nem nagyon kell keresgélni, azt is automatikusan megtalálja. Teljesen egyértelmű frissítése van, nagyon könnyen dolgozol vele, nincsen akadályod. Az az egyetlen akadályod van, hogy esetleg neked a Battlefield a szerelmed, akkor maradja a Windowsos. Egyébként ez egy egyszerűen teljesen hiteles operációs rendszer, bárkinek nyugodtan tudom ajánlani. Ja, egyébként nem kell ragaszkodni a zöld színe, ez a háttér lecserélhető. Úgyhogy majd innen megyünk tovább. Nagyon stílszerű helyen vagyunk. Ez a hetedik hely. Már elhagytunk Macintost, már elhagytunk open source rendszereket, már elhagytuk a régi Windows 98-at. Tehát egy kicsit előrébb kéne lépni, már kicsit javulni kéne, úgy minden irányba. Most már olyan nagyon nincsenek mínuszpontok, mert remélem emlékeztek rá, hogy az előző rendszerek azok ilyen mínusz 1-2 pontokkal voltak lemaradva, de most már jönnek a pluszpontok. Tehát innentől már csak a jutalmazás van, illetve az a rendszer, hogy innentől már csak jobb lehet, igaz? Innentől már csak jobb lehet? Hát nem. Azért kicsit kitoltam veletek. Ez a hetedik hely, és a hetedik helyet nem más szerezte meg, mint a Windows 7. Hát ezt nem hiszitek el, tényleg a Windows 7 szerezte meg. Egyetlen ponttal a végén egyetlen pontot sikerült szereznie, ugyanis a pluszpontok és a mínuszpontok kiegyenlítik egymást, és a legvégső eredmény a plusz-minusz pontok finom hangsúlya miatt ezt hozta ki. Úgyhogy amit most éppen láttok, az a Windows 7-nek a bemutatója, illetve szóban elmondom nagyjából, mire lehet felkészülni, hogyha Windows 7-ed van. Hát a Windows 7-ed van, és nem vagy egy köcsög magyar lopós szemétláda, akkor ebben az esetben természetesen megvetted a számítógépet, csak mondok egy számot, mondjuk 100 000 forintért, és megvetted hozzá a Windows 7-et is, tényleg csak egy számot mondok, mondjuk 50 ezer forintért. Ha van 150 ezer forintért egy olyan számítógéped, amin egy eredeti Windows 7 fut, és mondjuk nem kaptál hónai viszketést attól, hogy egyfolytában a frissítés 3 napon keresztül nem lehet hozzányúlni, nem lehet kikapcsolni, nem lehet szintet lépni, mert csak úgy egy kék feliraton azt világít, hogy még mindig frissít, úgyhogy please stand by, tehát ugye angol nyelvű van szó. Természetesen a magyar Ultimate, illetve a... Milyen szintjei vannak? Hát... Van a Starter, a Home, a Enterprise, az Ultimate, meg az Ultimate után van még egy Engineer is. De mindegy, szóval nagyjából mindenki az Ultimate-et használja, a 32 vagy a 64 bittől függően, amilyen operációs processzora van. Hát a nagyobb processzorral rendelkező, ugye erősebb 64-es rendszert használnak, de ők még mindig nincsenek ezzel tisztában, tehát egy kicsit furcsa ez nekem.
Mihelyest föltelepítettétek a Windows-t mondjuk tényleg 50 ezer forintért, hirtelen keresd kell rá egy vírusírtót, mondjuk 10-20 ezer forintért, meg mondjuk egy tűzfalat azt is 10-20 ezer forintért, és ez mind megvan, akkor elértétek azt a rendszert, hogy yeah, nekem is van Windows 7-em, és az összes legújabb játék relatív gyorsan fut. Hogy miért fut relatív gyorsan? Hát mert elköltöttél egy csomó pénzt a számítógépes programokra, és így már alig maradt pénzed magára a hardware-re. Tehát az már így sok. Hogyha szeretnél egy i7-es, szeretnél egy Piledriver AMD-t, mondjuk egy Unlock, egy FX-et, vagy valami hasonló, ilyen igazán ilyen biceps gyúrós, ilyen combos cuccot akarsz, hát hardware-re arra költeni kell. Az informatika Péter Nótor szerint hát nem egy olcsó szakma, nem egy olcsó hobbi, hát a gyereked van, olcsóbban megúszod. Ezt inkább azoktól kérdezd meg, akiknek már van gyereke, meg hát azoktól kérdezd meg, akiknek még nincs. Tehát valahogy, ha van gyereked, akkor számítógéppen nem tudsz foglalkozni, illetve ha van számítógép, gyereke nem tudsz foglalkozni. Tehát egyszer a kettő olyan ritkán megy, hogy az rendesen templomban, illetve imahelyre való, hogy mekkora király, nekem erre van időm. Térjünk vissza a Windows 7-re, ami egy olyan furcsa egyvelege, egy olyan gyurmája az operációs rendszereknek, amit a régóta fejlődő Windows ipar ki tudott termelni, mint igény kielégítő program. Az igény kielégítő programnak tenger sok hibája van. Kérdezd meg bármelyik Windows 7-es, tehát nem gyenge backdoorok vannak nyitva a legújabb telepítés után is, a legtöbb frissítés után is. Hát a többiek általában azokkal a szavakkal szoktak érni, hogy ez már nem backdoor, ez hangárkapu. És ott bárki jöhet, mehet esetleg azon függvényében, hogy éppen van-e éppen föltelepítve tűzfal, vagy éppen nincsen, és abból éppen melyik. Tehát a Microsoft Essentials, tehát nem nagyon javasolnám, inkább próbálkozzatok meg egy ilyen Agnitum, illetve Outpost Firewall-lal, talán egy kicsit fizetős, meg talán egy kicsit drága, ugye az előbb mondta, de én szerintem mindenképpen megéri, mert azt a rendszereteket, ami egy letolt gatyával, segget kifelé mutatva, meredezik, mondjuk így éppen az internet felé, tehát bármilyen támadást, amit kívülről érkezik, szó szerint nem a tűzfal fog majd föl, hanem a számítógéped operációs rendszere, tehát bár mikor kékhalállal kifagyhat. Ez egy kicsit gáz, nem? De ettől függetlenül az előnyei közé sorolnám az egyszerű kezelhetőséget. Régóta megszokott start gombunk ugyanúgy a bal oldalt alul helyezkedik el, start gomb, programok, kellékek, hát ott van minden, a 100 éve ott van, hát igen, a Windows 95 meg a Windows XP korában ugyanott volt a start gomb, hát most mi változott? Nézzük csak, ja, semmi. Hát talán annyi változott, hogy van egy aero effektünk, van egy kicsit nagyobb képernyő, illetve monitor támogatásunk. Igen, a Windows 7 volt az első, amely képes volt fölvenni a versenyt az iAffinity-s operációs rendszerekkel. Hát, de sajnos a hetedik helyre lecsúszni, hát ennek azért van oka, például az ára. Az ára a Windows 7-nek nem csak az, amit te kifizetsz. Az ára az is egyébként, hogy mindig újra és újra és újra és újra telepíted, attól függetlenül, hogy szar, vagy jó rendszer maga a Windows 7. Rengeteg fórumot találok, hogy a Windowsos szidja a Windows-t, vágod? És még mindig Windowsos, tehát ezeket a részeket nem értem. A Linuxos elebből nem szidja a Windows-t, mert nincs ott. Tehát ez olyan, mint amikor találkozik a keresztény, meg a nem keresztény, ez az ateista, tudod? Találkoznak egymással valami tó partján, és akkor azt mondja neki a keresztény, szia, te hiszel Jézus Krisztusban? És akkor azt mondja neki az ateista, hú, most itt adjak neki, mit adjak? Nem, én a Loch Ness-i szörnyben hiszek. De hiszen az nincs is, mondja neki a keresztény. De nem, azt mondja neki az autista, nem, a Loch Ness-i szörny az létezik. De nem. Nem létezik. De létezik, nem létezik. Te... Júj! Na hát ez is olyan, mint a Windows és a Linux háborúja, hogy a Linuxos azért nem szidja a Windowsost, mert nincs ott. Általában a Linuxosokat, ha megkérdezed, mindegyik Windowsos volt előző életében. Csak valami érő ott hagyta, mondjuk azokat a gyep részeket, tehát azt a mezőt ott hagyta, elment máshova, mert neki nem tetszett annak a fűnek az illata, ő inkább a másik illatú fűre próbált rá avászkodni. Nem tudom, valahogy az ingyenes világ az egy ilyen másik világ. Annak is van, aki bőven van a Linuxos világnak is hibája, illetve ilyen ferdeség, amit nagyon-nagyon nagyament baromság, de hát azt majd remélem kinövi. Na a Windowsosok is pontos ebben reménykednek, hogy majd a Windows ezeket a hibáit majd kinövi. Azt tudom még róla mondani, hogy a három monitoros iAffinity-nél, amikor én próbálgattam, akkor a Windows 7 így szopat.
Hát, srácok, nem tudom ezt ennél szebben mondani. Tudtok számolni, hogy egy meg egy? Az egy nagyon vicces, meg kedves dolog, hogy ti tudtok, de a Windows nem. Hogy ezt megértsétek ezt a dolgot, megpróbálom elmagyarázni, jó? Hogyha van egy monitorod, akkor az egy monitornak számít. Hú, hát eddig tiszta egyszerű. Ha van kettő monitorod, az kettő monitornak számít, tehát a két monitoron te külön tudsz dolgozni. Eddig megvan? Most jön a csavar. Ha három monitorod van, mert te Eyefinity-t akarsz, az egy monitor. Vágod? Az egy. Nem tudod azt megcsinálni, hogy az egyik monitoron játszol, a másikon megy a Facebook, és a harmadikon meg a TS, az idő, az óra, a mit mondjak, a rádió, tehát bármi olyan futna, ami neked mondjuk pont a harmadik monitoron kell. Ilyen nincsen. Ha három monitorod van, akkor a böngésző is azon a hatalmas, széles három monitoron fog futni, és nem fogsz tudni elolvasni egy rohadt cikket a böngésződbe, mert szétmegy a széle. A görgetősáv kimegy teljesen a jobb oldalra, a menü teljesen szétesik az egész. Tehát a te böngésződ nincsen felkészítve ilyen felbontásokra, hogy 5040x1050, csak nem a Full HD-t mondom ugye háromszor, hanem egy kicsit kisebbet mondjuk a saját felbontásomat. Tehát erre nincsen felkészítve. Ilyenkor ugye mit csinál a Windows-os? Most tiltsam le az egyik monitort. Volt, az macerás, mert nekem Opti Katalyston van, meg nekem Nvidia Enforce-on van. Nagyon macerás. Kihúzom a picsába. Ha kihúzod a videókártyából a monitorodat, és csak kettő monitor lesz bedugva, érdekes, egyből működik, hogy A monitor, meg B monitor. Na, amikor meg ismét Eyefinity-be akarsz játszani, akkor visszadugod a harmadik monitort, és majd úgy játszol. Tehát egy kicsit ilyen agyament, ilyen baromság, nem? Tehát erre nem készültek fel a srácok. Mindazonáltal van benne integrált vírusírtó, hát nem ér semmit. Van benne integrált tűzfal, hát nem ér semmit. Van benne viszont egy csomó játéktámogatás, mint DirectX 11, meg 11.1, meg a legújabb dolgok benne vannak. Az OpenGL 3. akárhány rengeteg benne van. Az összes játék a legújabb fut. Csak rendkívül gyors alkatrészekkel kell rendelkezned, és a gyors alkatrész drága. Igen, mint az összes többi esetben, igaz? Tehát a legújabb játékok futnak a Windows 7-en, de cserébe tiszta vírus és féreg az egész, tűzfalt kell benned rá, és kurvára sokba kerül. Ezért került a Windows 7 a 7. helyre, egyetlen ponttal. Úgyhogy, na majd innen megyünk tovább. Nehéz ügy, mi? Túl vagyunk már a nehezén? Még csak most jön. Nem is hiszed el. Ez itt a 6. hely. A 6. hely olyan operációs rendszer birtokában van, ami olyanoknak segít, akik tényleg rászorulók. Hú, ez nagy szó. Ezért egy extra pontot is kapott bizonyám. Nézegetem a weblapját, és mivel én már használtam ezt a rendszert, ezért majdnem minden tiszteletem az övék. A következő dolgot vitte véghez a 6. helyen lévő operációs rendszer. Megpróbálom nektek elmagyarázni, pedig nem egy egyszerű dolog. Ha van neked egy nagymamád, egy nagypapád, egy ismerősöd, aki borzasztó szegény, és az a borzasztó szegény ember fölmegy a padlásra, és ott véletlenül talál egy Pentium 1-est, 100 MHz-el, az már számítógép, mi? 100 MHz-es számítógéppel, esetleg van rajta egy S3 trió is, hogy mégis az egy videokártya legyen benne, meg mondjuk egy izás, szomblaster hangkártya van benne, hogy mégis színe legyen a dolognak, tehát de valami hangja azért legyen, és van hozzá egy jó mély monitor, tehát egy 14 szolós, tehát tényleg ezek az igazi vesés dolgok, ilyen nagy súlyú dolgokat talál, és nincs benne még vinyó se. Mit mondanál erre te neki? Hát azt mondanád, ezt még fejből tudom természetesen, dob ki a fenébe, azt vegyél 30 000 gépe. Na, ekkora gyökér vagy. Ez nem így működik. A Pentium 1-esek, a Pentium 2-esek, meg ezek a nagyon-nagyon régi készülékek még still teljesen alkalmasak arra, hogy ellássanak téged például Facebookkal, YouTube-val és olyan weblapokkal, amiket te nem is hiszel, hogy ezek a programok, ezek a számítógép hardverek programok segítségével be tudnak neked hozni. Pedig van ilyen, bizony van. Ez a 6. hely, és a Puppy Linux nyerte el ezt a helyet 3 ponttal. Tehát már is sokkal jobb helyen van, mint a Windows 7. Tehát tiszta nevetséges, nem?
A Windows 7 rengeteg helyet esett azért, mert nagyon sokba kerül, és a járulékos költségei is nagyon sokba kerülnek. A Puppy Linux ezt pont fordítva mutatja, az igazán rászorulóknak, akiknek egy fillérjük nincsen arra, hogy vegyenek számítógépet, mert napról napra élnek 100, meg 200, meg 500 forintokból, arra képes megoldani, hogy teljesen magyar nyelven egy teljes családnak a komplett multimédiás szórakoztató központjává varázsoljon egy Pentium 1-es tanélkül, hogy bármilyen Winchester lenne a gépbe. Na ezt csináld utána, erre képes a Puppy Linux. Tehát nem kell feltétlenül kihaingálni a gépet az ablakon, mert ez már régi. Nem, ehelyett betesszük a Puppy Linuxot, érdekes, teljesen magyar nyelvű, egyetlen darab pendrive-on elfut az egész, és a számítógép meghajtás alatt érdekes, de ez tök gyors. Nem akarom elmondani neked, hogy egy ilyetesen mit művel egy Puppy Linux, nem akarom elmondani neked, hogy hát valóban. Egyszerűbb, kis kockás grafikája van, hát arra nem kapott túl sok pontot, azért van összesen csak 3 pontja, viszont egy extra pontot kapott azért, mert valóban azokon segít, akiknek ez tényleg szükséges. Van nekik egy weblapjuk, a puppylinux.org, és ott egy ilyen angol nyelvű felirat köszönt minket, hogy ne dobd ki a PC-det, ez még mindig új egy Puppy Linux-szal. Milyen érdekes, nem? Semmiféle hardveres támogatás, semmiféle új számítógép nem képes arra, hogy visszahozza azt, amit már te szerinted nem is lehet. Úgyhogy a Puppy Linux egy ilyen egyszerű mutatvánnyal zárja le ezt a dolgot. Igen, valóban egyszerűnek tűnik, valóban egy kicsit... hát talán kockás, talán picit egyszerű, stb. De kerítesz esetleg egy nagyobb monitort hozzá, meg egy talán picivel jobb videokártyát, mint az S3 Trio, és már is nézel YouTube-os videókat, már is fel tudsz menni a netre, tele vagy játékkal, tehát a Puppy Linux is ugyanúgy futtatja a játékokat, az egyszerűbbeket, talán a picit komplexebbeket már annyira nem, mint a, mondhatnám, mint mondjuk az újabb Linuxok, természetesen azok már sokkal komolyabb, komplexebb összetett játékokat képesek futtatni teljesen OpenGL támogatással. Hát ebben a Puppy Linuxban egy alapvető OpenGL támogatás van, így is tele van játékkal, emlékeztetővel, olyan funkciói vannak, hogy te már el is felejtetted, hangokat rögzít, nem rögzít, fölveszi a jegyzeteidet, esetleg jegyzetet csinál, tehát olyan komplett, úgy, ahogy mondtam az előbb, ez a komplett multimédiás szórakoztató központ lehet belőle, amit abból a számítógép hardverből mondjuk ki se néztél. Úgyhogy ezért van ő a 6. helyen. Na, ez a mostani, ez az 5. hely. Az 5. helyen egy olyan operációs rendszer van, ami hát kicsit lop innen is, meg kicsit lop innen is, és megpróbálja a több helyről összeszedett programjait egy közös mondjuk így programcsomagban egyesítve, a felhasználót legjobban kiszolgálva egy olyan rendszerbe röpíteni, ami el van látva mindenféle olyan programokkal, ami elméletileg szükséges. Ez a Knoppix 7.4-es rendszer, ami a Linuxos Debian alapjaira építkezik, azonban abból nem veszel egy pár dolgot, és egy pár dolgot meg teljesen máshonnan veszel. LXDS motorú, ami azt jelenti, hogy a sokkal és lényegesen kisebb, hogy mondjam, sokkal egyszerűbb sebességű számítógépeken is teljesen korrektül fut, mint az újakon. Tehát az új rendszereken értelemszerűen sokkal gyorsabban, csak hát ez egy ilyen egyszerűsített motor. Tartalmaz az összes programot, amire neked szükséged van, futatja az egészen új játékokat, minden olyan program benne van, amire egy általános felhasználó, illetve egy irodai alkalmazás során szükséged lehet. Ugyanúgy nem tud vírus kapni, mint bármelyik Linux, nem szükséges rá olyan nagyon tűzfalat se tenni, bár az még vitatárgya, mert van, aki mindenképpen ragaszkodik a tűzfalhoz, ember. Nagyon sok olyan program van egyébként, aminek semmi hasznát nem veszed, mert te nem tudod, hogy mire való. Tehát ebben az esetben is csak azt tudom javasolni, hogy azért érdemes végigpróbálni. Nagyon sokat segít például a kezdő Linuxosoknak, mert úgy néz ki, mint egy Windows. Tehát aki éppen Windowsról vált le, mondjuk 10-valány éves Windows XP-ről, azoknak ez egy nagyon nagy segítség, mert ugyanúgy alul van a start menü, ugyanúgy ott van az óra, nem kell keresgélni ezeket a dolgokat, jaj, hova van téve ez az ikon, meg ez az ikon, tehát ugyanúgy, ugyanott vannak a dolgok. Megnyomod a start menüt, akkor egyből az, ami fölötte van, az a kijelentkezés. Természetesen tudja a magyar nyelvet, tehát ezek ilyen alapvető dolgok.
Az operációs rendszereknek a listájába, ebbe a szűrőbe, ebbe a több pontos szűrőbe, amit én beraktam, szándékosan nem tettem bele azt, hogy a magyar nyelvet tudja, mert ez egy olyan evidens dolog, hogy ezt mindegyiknek kötelező tudni. Az olyan operációs rendszerek, mint a régi Bodhi Linux, meg az ilyenek, amik nem tudtak magyarul, csak koreai és angol nyelven, értelemszerűen föl sem mertem őket tenni a listába. Úgyhogy... mit tudok még róla elmondani? Tudja az iAffinity-t, tudja azokat a dolgokat, amire te neked szükséged van, tehát egy ideális operációs rendszernek néz ki. Úgyhogy csak javasolni tudom, hogy esetleg próbáld ki te is. Na. Még egy pár szót itt erről a Knoppix-ról. Itt látjátok egyébként a Wikipédián a Linux Distro Timeline-t. Hogy értsétek ezt a dolgot, egy kicsit följebb megyünk, jó? Itt van a timeline. A timeline azt jelenti, hogy itt mennek az évek itt fölül, és itt látni egyébként, hogy miről ágazik le micsoda, és éppen innen indul egy nagy főszál, ahonnan rengetegféle Linux jön. És kövessük ezt az egyik szálat itt, ami jön, így. Érdekes, egyből megtaláljuk azt, hogy Knoppix. A Knoppixról érdemes egyébként azt tudni, hogy elég sokan ágaznak le róla, ebből egy páran, nem mondom, hogy csődbe mentek, de elrontották a dolgot, tehát így megszűntek, de a többiek azok majdnem végig kitartottak, tehát ez egy ilyen szál, hogy Knoppix. Jó, csak úgy képbe legyünk. Az összes többi rendszer, amit itt éppen látok, erről ágazik le. Ugye, teljesen világos. És még ezekről is vannak belső leágazások, úgyhogy van mit dicsérni ezen a Knoppixon. Aha. Ez már majdnem jó hely. Ez az, amit most láttok, ez már majdnem jó hely. Ez a negyedik. Ez már majdnem dobogós hely. A majdnem dobogós hely az a 6 ponttal egy főszál. Értelemszerűen ismét Linuxról van szó, mert 6 pontot megszerezni, oda már munka kell, haver, oda már majdnem tökéletesség kell, oda már csak egy pár homokszem kell a gépezetbe, és majdnem ott tartunk, hogy a tökély. Azért ez kemény egyébként, mert magát a tökéletes operációs rendszert még én nem láttam, bár hogy szokták ezt mondani? Én már majdnem kinyírtam Zeust, az Istenek királyát, de még sose találkoztam vele. Szóval ez egy nehéz ügy, tehát valamit megcsinálni, ami tökéletes. Ez nem olyan, mint a Winkly. Csinálsz egy 90 fokos ilyen ellenőrző sablont, derékszög, tudod? Ezt nem lehet tovább tökéletesíteni, mert nincs olyan, hogy 90,1 vagy 89, az 90, az kész van, azt nem lehet tovább tökéletesíteni. Számítástechnikában ilyen nem nagyon létezik. Nincs olyan például, hogy a világ leggyorsabb videokártyája, mert eltelik egy év és tará, ismételten ott van még egy világ leggyorsabb videó, tehát tele vagyunk leggyorsabb videokártyákkal. Az operációs rendszereknél sincs ez teljesen másképpen. A tökéletes utáni keresés az nagyon-nagyon sokáig tart és soha nem lesz kész. Ez a lista 2014-ben készül, ugye látjátok a feltöltés dátumát. Azonban, ami igazán zavaró, hogy ez a lista így per pillanat épül. Tehát 2015-ben, 2016-ban, meg majd a későbbi években jönnek majd ki olyan operációs rendszerek, amit itt az összeset le tudják mosni. Szóval visszatérve a mostani helyezetünkre, ez a negyedik helyezet, ez egy főszál. A főszál az azt jelenti, mint az előző videónak is a végén láttátok, hogy egyes operációs rendszer fejlesztő mérnökök, hát srácok, mi nem tudjuk ezt hogy kell csinálni, de hát ott vannak ők, majd tőlük frissítünk. Értelemszerűen ez nem számít lopásnak, hanem egy olyan disztribúciónak számít, ami hasonlít az övékére, de mégse az övéké, hanem a miénk, és akkor így mennek a próbálgatások. Tehát nagyon ritkán találják el azt, ami tényleg jó. Na lássuk, hogy miről is van éppen nagyban szó. Erről a szóról van éppen nagyban. Erről a vörös főszáról van szó, ahonnan még a jövő hét is leágazik. Elnézést, bocsánat, az én voltam. Tehát ahonnan leágazik még a jövő hét is. Tehát olyan sokan táplálkoznak belőle,
mint a Knopix, az Oldri, menjünk tovább ilyen főszálakat, a K-Ubuntu, az Ubuntu, meg ilyen névtelen senki, érted? Tehát ilyen főszálról táplálkoznak. Mi lehet ez a főszál? Ó, hát ez igen egyszerű. Ez maga a Debian. A Debian Linux 7.7 az, ami éppen a listánknak a negyedik helyén áll. 6 ponttal. Ez igen kemény ám ez a 6 pont. Hát nézzétek meg nyugodtan a Windows XP-t, a Windows 7-et, illetve 8-at. Hány pontot is szerzett összesen? Hát ide azért ez már kevés. Úgyhogy a Debiannak van egy jó pár előnye. Azon felül, hogy teljesen ingyen van, nincs rá vírus, tűzfalat sem nagyon kell komolyan venni. Úgyhogy egy jó pár olyan dolog van benne, ami egy abszolút ideális operációs rendszerben neked például nagyon sokat tudna segíteni, mint általános felhasználó. Nagyon sokféle motor van hozzá, a fő csatornájáról táplálkozik a fél Linux disztribúció, úgyhogy amit ők fejlesztenek, abból mindenki fejleszt. Vágod? Tehát ők föltalálják azt, hogy 2 meg 2 az 4, akkor azt elmondják mindenkinek, és már a következő órában a következő frissítések a fél Linuxos világra kimennek. Ez csak egy ilyen dolog. Tehát egy kicsit ilyen furcsa, nem? Ez egy ilyen főszál. Egy kicsit még a Debian Linuxról még annyit tudnék mondani, hogy rengetegféle motor van mögé, tehát többféle hajtóanyagot találhatsz. Az ő disztribúciójában, hát láttátok, hogy hány szálból épül föl ez a teljes világ, szó szerint megtalálod azt, amit te keresel, ilyen egyszerűen, jó? És hát, igen, tudom, hogy nem tökéletes, mert biztos van hibája, csak én azt még nem találtam meg. Hát nem kerestem eléggé, tudom, igen. Nem kerestem eléggé. Hogy mondjam, kicsit nehéz ilyen rébuszokból beszélni, hogyha az ember még ki se próbálja a vágot. Tehát mindenképpen próbáljátok ki. Ez nem véletlenül került ide föl erre nem ez a legjobb szó rá egyébként, hogy megtisztelő negyedik hely, mert ez nem megtisztelő. Ezért ők kőkeményen és nagyon sokat dolgoztak. És tudod mit, magán a Debianon, meg az operációs rendszereknek ezen a részén sokkal többen dolgoznak ingyen, mint ahányan a Windowson dolgoznak pénzért. Vágod? És a kettő közt a különbséget akkor fogod tudni megérteni, amikor rájössz arra, hogy bármire van szükséged, bármilyen funkciót akarsz ellátni, azt a Linuxon megcsinálod ingyen. És jó minőség van, ami még fontos. Éppen találtam egy ilyen érdekességet az ügyben. Van nekem olyan barátom egyébként, aki ezt az operációs rendszert használja, és ő már többet kipróbált. Tehát ő elment balra, ő elment jobbra, nézett fölfelé, meg lefelé, és akkor nézett magának olyan operációs rendszert, ami az ő igényeit kiszolgálja, és találkozott egy olyan operációs rendszerrel, ami neki annyira tetszik, tehát teljesen bejön. Meg van egy fő funkciója is, a fő funkció az, hogy szó szerint úgy néz ki, mint a Win7. És ezt így alapból tudja. Mert neki ez fontos volt, hogy azok az emberek, azok a srácok, akik őhozzá följárnak, mert hát nincsen számítógépük otthon érezzék magukat. Még egy olyan rendszerről is van szó, amit az életben nem láttak még. Ez talán nekem kicsit furcsa, hogy az én gépemen ő érezze otthon magát, de mindenképpen tiszteletet érdemlő dologról van szó. Amit megpróbálok így megkeresni, hogy hova tartozik, meg hova nem, hát egy kicsit ilyen, talán mondjuk, hogy nehézkes, mert sok van. Tehát most megpróbálom megtalálni, de sok van. Nem fogom ezzel elhúzni az időt egyébként, mert kicsit így esélytelennek látom. Azt akartam mindenképpen kihozni ebből az egészből, hogyha ezt a rendszert te föltelepíted, ami a... Na mi lehet az mi? Mi az? Ez a Zorin operációs rendszer 9-es verziószáma, ami teljesen véletlenül 9 pontot kapott, és természetesen a 9 pont az már is sokkal durvább, mint amit az előző esetekben találtunk.
Kicsit furcsa összecsengés van abban, hogy a Zorin OS 9-et próbáltuk, és az kapott pont 9 pontot. Ennek egyébként semmi köze egymáshoz, hogy pont azért kapott 9 pontot, mert a V9-ről van szó. Mindegy, ez már a dobogó. Ez már a bronzérem, barátom, és ez igen sokat kell letenni az asztalra. Az egyik például, ami innentől a dobogón fölfelé van, az már a teljesítmény. A többiek elmehettek a design irányába, elmehettek a felhasználó barátság irányába, a könnyű kezelhetőség irányába. A dobogón már olyan programok vannak, amik ezt így mindet tudják, de úgy egyszerűen és villámgyorsan. És hogyha esetleg ez neked még mindig nem lenne elég, akkor számtalan olyan motort hoznak neked, ami a Linux mögött van, felület mögött van, mint például a GNOME, a KDE, az LXFC, meg az összes többi motor, amit egy kisebb próbáltam. Tehát egyszerűen hihetetlen, vágod? Olyan teljesítményt vágnak az arcodba a te kis lassú számítógépeden, amit szerintem te el se tudsz képzelni, hogy az a teljesítmény a te gépeden elő tud jönni. Elő tud. Gondolj csak a Puppy Linuxra a 6. helyen. Mert puskáznom kellett, hogy fejből nem tudom hányadik helyen van. A 6. helyen. Az az a program, amit egy Pentium 1-esen el lehet futtatni, és a szemednek nem hiszel, hogy milyen gyors az a 100 Hz-es gép. Fú. 100 MHz-es, bocsánat. Tehát egyszerűen nem. Nem tudod elhinni. Pedig tényleg képes rá. Ha picit megerőlteted, elerőlteted az agyad, akkor eszedbe fog jutni régen a Pentium 100-as gépek idején, milyen gyors játékok voltak. Fú. Igen, egy Pentium 100-ason is lehet gyors játékot csinálni, mi szép. Na, hát akkor lehet egy gyors operációs rendszert is csinálni, ami szép, igaz? Na, hát ehhez kell a Puppy Linux. Mindegy, most nem ott tartunk, ez már a dobogó. Ez már a bronzérem, ez hát a felső kategória, jó? Zorin 9. A Zorin 9 ez pont egy olyan rendszer, ami már minden tud, ami neked kell. Mégsem jutott be az ezüst, illetve az aranyérem közelébe. Ennek bizony nagyon súlyos oka van, például a popularitás. De szép szó, nem? Nem is biztos, hogy van ilyen szó. A popularitás a népszerűségből fakadó ismertség. Az nem a rendszer hibája. Ha én most így hirtelen kipattan az agyamból, feltalálom a spanyol viaszt, az csak itt nekem van. Vágod? És nekem megvan a spanyol viasz. Ez az, de ez így senkinek nem jó, csak nekem. Tehát a popularitás az nem azon múlik, hogy a rendszer mennyire jó, hanem hogy mennyire tudják az emberek azt, hogy egyáltalán van eltérő operációs rendszer, például a Windows 7-től és 8-tól. Nem a rendszer hibája az, hogy nem ismerik. Az a felhasználó hibája, hogy nem néz körbe, hogy nem érdekli. Jó ez nekem, jó ez ide. Tehát ilyen magyar mentalitással esetleg kezelhetők a Linux megismerésének mondjuk, hogy nehézségei, jó? Ugyanis, hogyha megismersz egy másik rendszert, az nehéz. Neked. Legkomolyan. Úgyhogy Zorin. Ez van éppen a 9. helyen. Amit mindenképpen érdemes tudni róla, olyan, mint a alapváltó robotok a moziból, az a... Tudod, ez a Transformers, hogy... Haver, ez olyan, amilyen te akarod, hogy legyen. Ez tud úgy kinézni, mint a Windows 7, tud egy halom egyéb témát, tehát olyan színeket, formákat tud fölvenni, ami neked tetszik. Vágod? Mert ez nem Windows, tehát ez olyan formát vesz föl, amit te szeretnéd, hogy fölvegyen. Nem az, hogy itt van egy Windows XP sablon, kész, azt old meg, te találd meg rajta azt, amit te keresel. Nem. Azok az évek már elmúltak. Úgyhogy... Csak javasolni tudom. Úgy mindenkinek. Innentől fölfelé, a dobogótól fölfelé, bárkinek, nemtől, kortól, függetlenül, bárkinek az összeset tudom javasolni, mert olyan megoldásokkal érkeznek, ami kötelező lenne mindenkire nézve. Vágod? Úgy kötelező. És mégse veszik az emberek komolyan azt, hogy te figyelj már, itt van alternatív lehetőség arra, hogy benzinmotor. Villanymotor, ez nem is létezik, mert abban nem kell tankolni. Tehát ezt ne, jó? Ezt így ne. Igen, léteznek ilyen operációs rendszerek, igen, érdemes őket kipróbálni, és nem, VirtualBoxban nem. Mert a VirtualBoxban, ezt ti lehet, hogy nem tudjátok,
De a Linux az máshogy működik. A Linux az látja, hogy ez VirtualBox, és nem veszi komolyan magát. De úgy kicsit se. Ja, csak egy magot kaptam. Ja, csak ennyit kaptam. Csak ablakba futok. Ez fele képesség nem lesz elérhető a te számodra. Hogyha valóban ki akarsz próbálni egy operációs rendszer, akkor felejtsd már el a VirtualBoxot, és ugorj egy fejest a mélybe. Kemény. Ez igen kemény. Ez már a második hely. A második hely, a dobogó, ezüstérem. Ezüstéremért elég sok mindent le kell tenni az asztalra. Például úgy mindent. Ez is soknak hangzik, igaz? Pedig nem az. Az, hogy te neked mindent letesz az asztalra, pontosan azt, amit szeretnél, és akkor, amikor azt lehet, a lehető leggyorsabban, ahogy azt el tudod képzelni, ez már a dobogó. Ez már az ezüstérem, a világ leghíresebb Linuxa. Az Ubuntu. Az Ubuntu az éppen a második helyen tanyázik. Vert tanyát. Ezen a listán. És hát ennek oka van. Ennek oka van például, hogy a leghíresebb Linux, ami létezik. Ennek például oka van. Hogy miért van oka? Hogy bárkinek teljesen nyugodtan tudom javasolni. Figyelj, van egy rendszered? Van egy... Most vettél a számítógépet? Ubuntu. És tudod mit? Nem csak az van, hogy Ubuntu, mert az csak egyféle motor, hogy GNOME. Ezt neked nem kell tudni, mi az, hogy GNOME motor, meg ilyenek. Csak úgy mondom, hogy annak egyféle motorja van, hogy GNOME. Hogy magát a motort lecseréld, ehhez az Ubuntu-nak a kezdőbetűjét le kell cserélni. Ennyi. Tiszta érdekes, nem? Például a sima Ubuntu, az GNOME-os rendszerű, egy ilyen mancs talp lenyomatot kell elképzelni. Hogyha te szeretnél egy kicsit egyszerűbb rendszert, mert mondjuk a GNOME az ilyen nagyobb, combosabb rendszerekre mondjuk optimálisabb, fogalmazunk így, akkor egy X-et kell az elejére írni. Vagy egy L-t. Tehát például ha X-et írsz az elejére, akkor Xubuntu lesz belőle, és az egyből az XFCS motort fogja használni. Hogyha az L betűt írod az elejére, akkor Lubuntu lesz belőle, és az LXDS rendszert fogja használni. Ezek mind különböző motorok, semmi köze egyiknek a másikhoz, csak maga az a felület, amit látsz, az lesz nagyon hasonló. Érdekes, a sebessége teljesen más lesz. Kicsit egyszerűbb rendszered van, mondjuk egy 1.6-os laptoppal rendelkezel, vagy mondjuk egy 2 GHz-es laptoppal, egy pici kis memóriával, mondjuk 1 giga, másfél giga memóriával rendelkezel, akkor nem a nagy Ubuntu-t tudnám javasolni, egy kicsit lassabb lesz rajta. Hogyha esetleg kicsit gyorsabb rendszerekkel rendelkezel, mondjuk 3 GHz fölötti gépekkel rendelkezel, akkor már is a K betűvel érdemes kezdődni, mert az a KDS rendszer, a teljesen mondhatom nyugodtan, hogy az általános felhasználó számára készített operációs rendszerekben a legkomplexebb operációs rendszer, tehát olyan dolgokat is megképes oldani, csak így válbedobással, hát amit a Windowsnál elég sűrű és durva programok felpakolásával leszel képes, például a multi asztal. Ezt nem biztos, hogy érted, mi az, hogy multi asztal. Tehát, hogyha te egy számítógéppel, egy monitorral, egy billentyű, mindenből egy van neked, az nem azt jelenti, hogy te neked egy asztalon kell dolgozni. Beállíthatsz mondjuk 8-10 asztalt, és szét tudsz pakolni, hogy ezen van a böngésző, ezen van ez, ezen az, és billentyű kombinációkkal át tudsz váltani másik asztalokra, onnantól már csak a logikát szab határt, hogy mi a vége. Ugye teljesen jól látjuk, itt van az Ubuntu-nak a mondjuk a szálja. Ez az ő szálja. Jó? Itt van az év vége, ugye, de még jönnek további leágazások. És egy picit menjünk följebb, jó? Nézzük meg, ez a gyönyörűnek a legkevésbé sem mondható barna csík. Honnan is érkezik? Igen. Innen érkezik a Debiannak a barna csíkja, az Ubuntu. És amit éppen látunk, az Ubuntu annyira jól sikerült, hogy hát nem kevesen táplálkoznak belőle, jó? A táplálkozás az azt jelenti, hogy ha az Ubuntu kihoz egy frissítést, akkor mindenki azt fogja frissíteni. Ugye világos? Nem valami bonyolult dolog, ez teljesen egyértelmű. Na jó van, nézzük a legfelsőt, jó? Úgy hívják, hogy Ulteo, ez a legfelső.
És innentől szépen lassan jövünk lefelé, mondom, lefelé, süket. Tehát szépen lassan jövünk lefelé, és egyből látjuk, hogy melyik rendszer melyik, melyik honnan táplálkozik. És hát nem kevés van, ugye? Nem kevés operációs rendszer az, ami ebből a barnából táplálkozik. Ennyi. Arábián ez az utolsó, hogy Arábián. A GR már nem ide tartozik. Tehát van külön oktatásra Ubuntu, itt az XS, amit említettem, az az XFCS felület. Sok van, jó? Tehát sok van. Visszatérve az előző mondatra, ez a világ leghíresebb operációs rendszer, ami a Linuxok mondjuk halmaza, jó? Tehát bárki, aki számítógépekben egy minimális szinten járatos, és az azt jelenti, hogy elmegy a számítógép boltba, vesz valami előre összeállított számítógépet, még az is tud arról, hogy van olyan, hogy Ubuntu. Jó? Csak így szólok. Na, ehhez a hírnévhez azért meg kell dolgozni. Ez a második hely. Az ezüstéren. Ez már kemény. Ez már kemény, mert ez ami most jön, ez... Ezt mondjuk már én sem hittem. Ez sima matek. Sima számolás. Sima összeadás, kivonás, a pontok összeadása. És egyetlen kivonás volt benne csak. Egyetlen egy. De érdekes, nem? Az összes pontra, az összes szűrőre pozitív válasz érkezett erre az egy programra. Nem, már valami, nem? Ez már az első hely. Az első hely. Én szerintem, az én számításom szerint a világ legjobb operációs rendszere az, amiről éppen most szó van. Kicsit érdekes, nem? Hogy a világ nagyjából egy ezreléke használja. Összes többi olyanokat használ, hogy Macintosh, Windows 7, Windows 8.1, talán nagyon sokan még XP-sek is vannak. Nem is tudják, hogy van ilyen. Kicsit furcsa, nem? De tényleg így van. Nem is tudják, hogy van. Az Ubuntu-ról is elég kevesen tudnak ahhoz képest, ahány számítógépes van összesen. Úgyhogy ez egy gáz egy kicsit. Mitől lesz valaki a legjobb? Mitől lesz a te operációs rendszered a világ legjobb rendszere? Itt már nagyon kevés az, hogy amikor telepítesz egy programot, frissen vásárolt számítógépedre, menet közben, telepítés közben, ugye? Tehát menet közben te frissíteni is tudsz. És amikor föl van települve a rendszer, az már a legfrissebb. Itt már az kevés. Itt már az is kevés, hogy a legújabb játékok mennek esetleg Parallax Occlusion Mapping támogatása. Az már itt kevés. Az is kevés, hogy 1,6 GHz-es pici laptopodon úgy megy, mint a rakéta. Hát itt már az is kevés. Itt már az is kevés, hogy a szemednek nem hiszel olyan szép. Mert például tud olyan effekteket, amiket még a Windows 7 se, meg a 8 se, ja, meg a 10-es se. Ó, de kár. Már így menten sírok is egy kicsit. Szóval itt már az is kevés. Hogy mire van itt pontosan szükség? Például variálható motorokra. A variálható motor az azt jelenti, hogy a telepítés előtt döntöd el, hogy az ötféle motorból, amiből egyet kivettek, ezt mindjárt elmagyarázom, hogy miért. Tehát a négyféle motorból te melyiket fogod föltenni azért, mert te tudatos telepítő vagy. Tehát ez kicsit olyan, mint a tudatos vásárló, tudod, ami nem vesz Danon terméket, meg ilyenek, mert tudja, hogy mi van a Danonban. Szóval, hogy ez mi? Azt se tudod, hogy mik ezek a motorok. Jó, soroljam. Van olyan, hogy Gnome, ez a hiányzó rész, tudod? Tappancs nyom, Gnome, ez már nincs benne. De cserébe adtak olyat, ami eddig nem volt. Ezt meg úgy hívják, hogy a Cinnamon. Miket beszél ez a csávó, mi? Ez a Cinnamonos motor eléggé elterjedt, és nagyon sokan szeretik, például a laptopon nagyon szépen működik, és alig fogyasztja az aksit. A Cinnamonnak nemrég jött ki a kettes változata, tehát Cinnamon 2, ami lényegesen is sokkal jobb, és több újdonságot tartalmaz, mint az egyes. Akkor nézzük a másikat. Ez a Máté. Tudom, hogy nem így hívják. Mate. A Maténak nemrég jött ki az 1,9-es változata, ami egy hatalmas újítás az előzőekhez képest. Tele van újítással, érdemes megnézni. Aztán
itt van az én személyes kedvencem, a KDE. A KDE motornak elég régóta kim van már az a verziószáma, hogy a 4-es. És ez a KDE 4-es, ez tud egy csomó olyan dolgot, amit ők összefoglaltak egy ilyen halmazba, és elnevezték úgy, hogy a Plazma 5. Értelemszerűen a Plazma 4, a Plazma 3, 2, 1, stb. Hasonlóan rendelkezett effektekkel, de hát ennyivel azért nem. Kicsit hasonlítani tudnám a többi operációs rendszeren lévő effektekhez, de ez már a next level. Tehát kicsit kéne belehúzni, jó? Úgyhogy Plazma 5-ös a KDM belül. Jó, és akkor elérkeztünk a legkisebb testvérhez, aki a határozottan az ilyen kicsit gyengébb, egyszerű operációs hardvereken futó, mondjuk 1 GHz, meg 1,6, meg valahogy így leledző, memóriával éppen alig ellátott rendszereket illeti, ez az XFCE. Az XFCE-nek van egy új változata, ez a 4.2-es, hát nem igazán hiszem, hogy te a saját szemednek hiszel akkor, hogyha lassú számítógépeken gyors operációs rendszert látsz. Tehát én még mindig itt tartok, hogy ezt nem hiszed el. És igen, ez itt az első hely, az összes tulajdonságra szükség van, amit egy operációs rendszer fel tud vonultatni, és mindegyikből a legjobbra. Ez az első hely, az aranyérem. A világ legjobb operációs rendszere, 4-5 féle motorral, amit csak akarsz, a számítógéped legjobb teljesítménye kinyerésének érdekében, ez a Linux Mint. Gratulálunk, ez volt a világ legjobb számítógépes operációs rendszere. Bárki, akinek esetleg új számítógépe van, hát garantált, hogy ezt fogom javasolni. A top 3-ban valakit, tehát vagy a Mintet, vagy az Ubuntu-t, illetve hát a bronz helyen nemrég végzett ugye Zorin operációs rendszer. Mit érdemes tudni erről a Mintről? Egy ilyen érdekes hascsikarást még mutatok nektek, jó? Már csak úgy, hogy így bosszúból, így doszt, érted? Ezt az érdemes megnézni. Na szóval, itt van ugye a disztribúciós táblánk, itt látjuk a Ubuntu-s szál, ugye? És itt szépen egy kicsit fölmegyünk, így, még megyünk, így, egy zöld vonalat követünk, és itt van a Linux Mint. Ez szerint, a lista szerint a világ legjobb operációs rendszere. Ebből született a Commodore OS és a Quant OS. Egyikről se tudok semmit. Ez a zöld szál, kicsit fölmegyünk, letöltés. Egy pillanat, mert itt közben kicsit ránagyítok nektek a Ctrl plusszal. Szóval amit éppen láttok, az a Linux Mint-nek a weblapja. Jó? Tehát itt van, hogy Linux Mint, weblap, letöltés. Tehát értelemszerűen ugyanúgy, mint a többi Linuxnál, ezt nem kell kifizetni. Ezt azzal fizeted ki, hogy te ezt használod. Vágod? Tehát így. Ilyen egyszerű. Szóval letöltés, jó? Úgyhogy összes verzió, és az összes verzióban ezek a számok. Tehát, hogy 13, 17, ilyesmi. Tehát pár szám itt azért hiányzik, hogy őszinte legyek. Minden maradjuk a legutolsónál, jó? Tehát a 17-esnél. A 17-esnél a következő opciók válnak elérhetővé a te számodra. 32-es és 64 bites rendszerekben egyaránt. Van, aki nem szereti a kodekeket, mert egyes kodekek harmadik féltől származnak, én nem szeretem az MP3-at, stb. Emberkék. Na, úgyhogy egyszerűen csak letölt, érted? Tehát rámegyünk például a, mit tudom én, erre, és letöltés. Vágod? Mit tartalmaz, hogy hívják, 1,4 GB méretű, MD5-ös mérete, release notes, torrentről le lehet szedni. Ja, hát egyébként, aki nem szereti a torrentet, annak itt van. Egy pár weblap annal le lehet szedni. Vágod? Ja, ne csodálkozzál rajta, magyar nincs. A magyarok nem olyanok egyébként, hogy ők szeretnek megosztani, ők hozzájárulnak a közösséghez, ők... Hát ők így magyarok, ilyen egyszerűen, jó? Tehát magyarokat ne nagyon keresél itt, mert nincs, jó? De ennek ellenére Magyarországot azért megtalálod egy helyen, ami egy kicsit azért megnyugtató volt. Például itt az európai régióban EFGH, mint Hungary, tehát itt nincsen, jó? Tehát itt nincsen, hogy Hungary, amit így személyes sérelemnek is tudok venni.
Ami igazán kell nekünk, az most a frissítés kezelő. Itt ki tudod választani, melyik szinteket akarod letölteni, most mindegyben nem nagyon mennék bele. Elszót beírjuk, igen. Ezt azért megmutatnám, jó? Tehát az alap, a Trusty, ahonnan ő letölt, az ez. Az magyar szerver. Remélem ezt látjátok, jó? Tehát az Ubuntu-nak a fő szálja, az egy magyar hostingon keresztül érkezik. Jó? Csak úgy szólok. Ezt még ugye azért meg akartam mutatni így a végére. És igen, én is Linux mintát használok, mint ezt nagyon jól látjátok, valószínűleg. Igen, KDS. Mert hát ehhez a géphez, ami itt nekem van, azért már dukál egy KDE. Nem tudom, mit szóltok hozzá. Én kipróbáltam egy pár dolgot. Azokból is kipróbáltam egy jó pár dolgot, amik itt a listában elhangzottak. Ha gondoljátok, akkor menjünk végig még egyszer ezeken ezeken a listán, jó? Tehát ezeken az operációs rendszereken. Például a legutolsó volt, innen nézve, ó, anyám, hát ezt nem hiszem el. Innen nézve, most fönnállok a dobogó legtetején, és én nekem egy nagyon speciális szemüveg kell ahhoz, hogy ott a mélybe, a sárba, én még operációs rendszereket lássak meg. Tehát ahonnan én jöttem, azt én most lássam. Én nekem arra most így emlékezni kell, hogy igen, volt olyan, hogy Windows 3.1. Innen a világ legjobb operációs rendszerétől, a Linux Mint felületétől, és fölveszem a régen látó szemüvegemet, ez a memória szemüveg, jó, most fölveszem. Ú, nagyon rossz a kép. Elég rossz benne látni. Szóval, emlékezzünk, mik voltak a régiben, jó? Tehát volt még olyan ezen a listán, hogy Windows 98 SE. Volt még olyan, hogy Macintosh 10. Hát az gyönyörű szép volt, de egy kb. Ennyi. Aztán volt egy OpenSUSE 13-as rendszerünk, ami pont 0 pontot ért el. Ez egy kicsit vicces volt, mert jó ez, de hát azért minden nap nem használnám meg. Ez egy kicsit nehéz volt. Aztán volt a Windows NT 6.1-esünk. Az melyik volt? Na jó, segítek, mert gyökér vagy, jó? Tehát Windows 7. Az a Windows NT 6.1. Ez így kereken majdnem 0, illetve 1 ponttal végzett. Hát kicsit viccesen, hát minden nap azért nem használnám. Szép, de összekeveredik a monitorokon, nem működik, tiszta vírusos lesz minden héten. Nagyon profi vírusírtót kell használni ahhoz, hogy valahogy a felszínen maradj, de az meg leszívja a rendszert. Ne, hagyjál béke, jó? Aztán utána jött egyen fölötte a Puppy Linux, ami szó szerint egy keksz darabon elfut. Ja, és villámgyorsan. Ami nem mindegy. Aztán egyből utána jött a Knopix 7-es, illetve teljesen pontosan a 7.4, tehát 7.4, ami már azért letett olyan alapokat az asztalra, amire már érdemes építkezni. Vágod? Aztán jöttek mindenféle olyan főszálok, hogy én vagyok a Debian, ami egy hatalmas főszál, rengetegen táplálkoznak róla, eléggé szép rendszerrel, csomó minden fut rajta, se vírus, se tűzfa, se semmi, és egyszerűen csak megyünk, ez az, de még mindig kevés volt. Na aztán jöttek ilyenek, hogy hát most melyiket mondjam, ugye? Következő, harmadik szint. Zorin. Hát az már bizony dobogó. Az már igen kemény volt. A Zorin. Amikor esetleg lehetőséget nyílik egy ilyen rendszer kipróbálására, ezen a szinten, ahol már dobogó van, itt az emberek ezt a szemüveget, ezt a visszafele néző szemüveget már nagyon nem szokták fölvenni, tudod? Ha már egyszer megkóstoltad a Linuxot, itt a dobogón, akkor ez a szemüveg már nem kell. Vágod? Tehát így tisztában látsz, érted? Így könnyebb. De ezt már vissza se veszem, mert nem kell. Egyszerűen nem kell. Úgyhogy az Zorin volt a harmadik helyezetünk, ami indokoltan a harmadik. A második helyezetünk pedig a világ leghíresebb operációs rendszere volt, ami majdhogy nem a Windows mögé ért hírességben, ez volt az Ubuntu.
Az Ubuntu-nak is rengetegféle változata van, ugye a K-Ubuntu, L-Ubuntu, stb. Ezt most ne kelljen felsorolnom, mert a második részben, amikor odaértünk, akkor ez ugye taglalva volt, és most itt tartunk, ez, ahol éppen most állunk, ez az első hely. Ez a Linux Mintnek a variálhatósága, a sebessége és a szolgáltatási mezőnye, hát haver, így mindent összevetve, kiérdemelten lett az első hely a Linux Minté. Úgyhogy